11 évvel ezelőtt esett ki az NB1-ből a Nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az elmúlt egy évtizedben többször is felmerült az élvonalba jutás lehetősége. A legutóbbi szezonnak egy bronz, majd az követően úgy vágott neki az NKC, hogy ha esélye adódik rá, megcírozza az első helyet. Végül 18 győzelemmel, négy döntetlennel és négy vereséggel a harmadik helyen zártak Valgazsolt tanítványai, úgy, hogy az előttük végzi Algyővel és Ferencvárossal szemben is pozitív lett kaplonyék mérlege a legfontosabb célkitűzést teljesítette a csapat. Ugye a bajnokság előtt azt fogalmaztuk meg, hogy a dobogónak mindenképpen jussunk föl, és az első három hely valamelyikét szerezzük meg. Azt gondolom ezzel maradéktalan elégedettek lehetünk. Valóban a sor, mint a nem folytatódott, ugye a negyedik, harmadik, második hely után jó lett volna az első osztály. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a, azok a feltételek még hiányoztak, és most még részben hiányoznak Nyíregyházán, hogy az emberről tudjunk beszélni, vagy, vagy a feljutásról tudjunk beszélni. A csapatkapitány szerint a kiegyensúlyozott teljesítmény hiányzott ahhoz, hogy előrébb végezzenek a harmadik helynél. Voltak hullámvölgyeink a szezon folyamán, nem is egyszer, többször is. Az igazság, hogy NBA 1 bajnokságot csak úgy lehet megnyerni, hogyha kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a csapat. Most ez nem sikerült sajnos. A nyíregyházi csapatnak egyelőre csak távozói vannak, a kapus Nagy Levente, valamint Gubó, Munkács és Dolics másütt folytatja pályafutását. A következő szezonban itt több lehetőséghez jutnak majd a felnőtteknél a szintén harmadik helyen végző junior együttes játékosai.